mi álmok között születtünk. Én viszont képtelen voltam lemondani róluk. Mindig is ragaszkodtam az illúzióhoz. Reményt adtak, bátorságot, segítettek élni. Belőlük próbáltam hitet meríteni. Nekem nem volt hitem. Nem volt senki és semmi, csak egy nyomorult vidéki ház és néhány hazug, gyönyörű illúzió. Ez minden. Miért akartad tudni az igazságot? Mert hülye vagyok! Ma este, amikor felkeltünk a vacsorától, minden rendben volt. Volt egy feleségem, aki ha nem is szeretett, legalább külön volt nálam. Volt két társam, akiket becsültem és tiszteltem. Volt egy nő, akit szentként szerettem. Nem látjátok, hogy kifordult sarkaiból a világ? Mindennek vége! A testvérem erkölcstelen elmebeteg volt, a felesége pedig imádta és a szeretője volt. Az egyik társam hazug, aljas tolvaj, a másik, Isten tudja, valami hisztérikus, eltévejedett torzszülött. És a nő, akit szerettem, mint egy madonnát, egy utolsó ribanc. Ne! Kérlek, ne! Kérlek, ne folytasd! Holnapra minden elmúlik! Holnap? Nekem már nincs van. Marci emlékének ajánljuk, ezt a darabot még ő választotta, ő osztott szerepet, ez az ő álma volt, ő álmodta meg, ő rakta le az alapokat, amire ez az egész előadás épül, és aztán engem kért meg, hogy segítsek, hogy ez az álma teljesüljön és színpadra tudjon állni. Ez az előadás, bocsánat, Marci itt van most velünk, most is, biztos, itt ül közöttünk, úgyhogy én szeretnék neki egy tapsot kérni, és megköszönni, hogy eljöttek és itt voltak velünk ezen a napon. Ez a Veszélyes forduló című dráma, ez G.B. Priestley-nek a darabja. Ez a 30-as években íródott, akkor volt bemutatva nagy sikerrel. Igazából ez egy kortörténeti társalgási dráma, és ami miatt én azt gondolom, hogy most is aktuális, az főleg az, hogy bár az idő megy, a világ változik, de az emberi természet nem. És azt gondolom, hogy mindannyian küzdünk azzal, hogy minden pillanatban önazonosak és őszinték tudjunk lenni. Minden társaság, a jól működő társaságok is, baráti társaság, legyen ez munkahelyi társaság, bármilyen olyan helyzet, ahol emberek együtt léteznek, ott mindig van amiatt, hogy meg lehessen tartani a szeretet, vagy a pozitív energiáknak a látszatát, mindig arra kényszerül az ember bizonyos helyzetekben, hogy az őszintétlenséget válassza. Ez nem feltétlenül jelent hazugságot, de sokszor abba torkollik az egész. Nyilván ennek vannak fokozatai, lépcső fokozatai. Így nyilván ez egy szélsőséges szituáció, egy szélsőséges helyzet. Ugye egy öngyilkosság, gyilkosságnak a felgöngyölítését látjuk ez alatt a körülbelül 80 perc alatt, ameddig ez a darab lemegy. És miközben dolgoztunk, főleg erre fókuszáltunk. Egyrészt a társalgási darab, azt gondolom, hogy az embereknek ma az inger küszöbe azért nem ott tart, és nem olyan, mint a 30-as években, vagy akár 10 vagy 15 évvel ezelőtt. Emiatt fontosnak tartottam, hogy a figyelmet azt mindig pontosan tudjuk irányítani, hogy ne legyen unalmas egy pillanatig se az ember idegrendszerének, se a szemnek, sem a fülnek az előadás. És lévén, hogy társalgási mű, nagyon-nagyon fontos, hogy minden kapcsolat, emberi kapcsolat, ami benne van ebbe az előadásban, az teljesen tiszta legyen. Tiszta legyen minden szándéknak a fókusza, meg legyenek a viszonyok. Ezek mind olyan dolgok, amik nem feltétlenül vannak a szövegben, ezeket mind nekünk kell alátenni. Ilyen szempontból picit hasonlít egy Csehovhoz, ahol szintén elhangzanak hétköznapi, szinte már banális mondatok, és nagyon mély dráma
és feszültség van minden mondat mögött. Úgyhogy igazából a legnehezebb az ez volt, hogy ezeket a viszonyokat kitisztázzuk, hogy ezeket az erőtereket föl tudjuk rajzolni, föl tudjuk festeni. És én abban bízom, hogy ez sikerült, miközben azt gondolom, hogy van egy mélyebb, egyetemes mondani valója. Ugye a főszereplő a Fehér Tibor, Robert figurája ki is mondja, és fel is teszi azt a kérdést, hogy nem látjátok, hogy kifordult sarkaiból a világ. És azt gondolom, hogy ha másról nem, de ettől a mondattól végtelenül aktuális ez a történet. Úgyhogy én remélem, hogy egy sokrétű és izgalmas előadás született. Marci, hál' Isten, még látta a felvételt, amikor elkészült az előadás. Még nem a végállapotot, de szinte a végállapotot. Ő nagyon elégedett volt, nagyon boldog volt, és igazából ez egy nagyon-nagyon erős csapatmunka volt, ami főleg Marciról szólt, miatta csináltuk ezt az előadást. Szóval ezt a darabot a Marci emlékének ajánljuk, és azt gondolom, hogy ebben a színházban minden este miatta és érte fog fölmenni a függönyöm, eddig ez a színház és Karinthy Színház, és én nagyon kívánom, hogy ez a csodálatos érték, amit ő megteremtett, amit képvisel ez a színház, ez meg tudjon maradni ugyanígy, és a továbbiakban is megmaradhasson olyannak, és épüljön azokon az alapokon tovább, amiket ő megteremtett és létrehozott ez alatt a 38 év alatt. Én azt gondolom, hogy ez mind emberi és mind művészi szempontból példátlan és egyedülálló ebben az országban. És nagyon megtisztelő, hogy rám bízta ennek az előadásnak a sorsát, és lehettem az ő csatornája és a közvetítője, hogy ez az előadás megszülethessen. Remélem, nem unatkozok. Egyáltalán nem. Én ki nem állhatom az ilyen rémdrámákat. Mi is volt ennek a darabnak a címe? Az alvó kutya. De miért pont alvó kutya? Ó, de Szomály pedig, talán még maga az írója sem tudja, hogy miért. Rejtélyes cím, a hazugsággal van kapcsolatban. Hát persze, hiszen mindenki hazudott benne, ugye? Hány jelenetről is maradtunk le? Ötről, azt hiszem. Képzelem, abban is mennyit hazudtak. Ezért volt az a férfi, a férj, annyira dühös. Melyik volt a férj, a reket hangú? Amelyik folyton nevetett. Hallgassátok a teremtés koronáit. Biztosan malac vicceket mesélnek. A mi férfiai legfeljebb pletykálkodnak. Ez a doboz nem érkezett. Jó, hát talán elfelejtett. Ugyan már. Arra a reggelre nagyon is jól emlékszem. Ti is ugyanúgy emlékeznétek azután, a szörnyű kihallgatás után. Jó, akkor a délutáni postával érkezett. Ja. Nem mindegy, hogy mikor. Nem mindegy. Fellow Endben sohasem kézbesítenek délután csomagpostát. Ez a doboz nem érkezett meg aznap reggel, délután pedig nem kézbesítették. Ha csak nem te vitted el Mártinnak. Itt volt? Te megerültél. Az lehet, de te vitted el Mártinnak. Freda? Te vitted. Jó, hát ha mindenáron tudni akarjátok, igen, én vittem el. Istenem, Robert, hogy nem vetted még észre? Kiszúrja a szemedet. Owen nem barát. Freda, kérlek! Most mi van? Azt hiszed, nem vettem észre? Owen nem barát. Könyörgök! Nem, szerelmes nő! Freda! Ez nem volt Pet. Most miért hittem, neked is jobb lesz így. Bocsáss meg, én mindig óta voltam. Ne. Hiszen mi mindig is barátok volt. Nehogy folytasd, kérlek. Freda, ehhez nem volt jogod, ez kegyetlen volt. Van, Robert, az igazat akartad tudni, tessék, most megkapod. Legalábbis egy részét. Owen, évek óta szerelmes beléd. Voltak apróbb titkai. Ki vagy te, hogy vádolni mered? Arra sem vagy méltó, hogy a nevét használd, Robert! Itt van jobb, ha meg se szólalsz többet! Az lett volna a legjobb, hogyha egyikünk se szólal. Minden esetre tisztáztuk már! Nem, Robert, nem. Semmit sem tisztázt. De
belőlem most már nem szedtek ki semmit. Én most már csak annyit szeretnék kiszedni belőled, hogy mikor szabadulunk meg végre tőled. Mert azt remélem nem gondolod, hogy ezek után a cégnél maradhat. Mit érdekel a cég? Na, tavaly még nagyon is érdekel. Az tavaly volt. Én most már sokkal jobban megleszek a cég nélkül, mint a cég nélkül. Mindig is gyűlölted, Martin! Meg volt rá az oka! Vissza kellett jönnöm! Berti, te vagy az egyetlen, aki szóba sem kell. Mi? Biztos? Hát persze. Te hallgatóztál? Én tényleg azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy rólam beszélted egy... Nem. Ne haragudjatok, én csak... Nem tudtam elaludni, és bevettem három ajtatót. Na jó, itt ugye minket fogok itt összezogyválni. Ó, de rémesen kábult vagyok. Ne haragudjatok. Betty, kérd rákám, hidd el, hogy senki sem beszélt rólad. Sőt, mindannyian próbáltunk megkivélni téged ettől a kínos beszélgetéstől. Na, mintha Betty is a családhoz tartozik. Neki is joga van tudni a rüdög valóságot. Most vegye! Beszélsz te vele? Hagyjatok már abba! Miről beszéltetek? A pénzzel kezdtük. Ami, amit Martin elvett? Kiderült, hogy nem Martin vette el a pénzt, hanem Stanton. És be is ismerte.